Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Október 20-án van egy portál nap. Az azt jelenti, hogy a mi földünk ezen a napon kapcsolatban van a plejádokkal. Ez egy finom energiamező, ennek van gyógyító hatása, és itt kinyílik egy kapu a spirituális területre. Lehet, hogy ezen a napon kicsit érzékenyebbek vagyunk, mint máskor, de használhatjuk ezt az energia mezőt a spirituális munkában, vagy a gyógyító erőről van szó. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly 4000 forint. Hogy miről van szó ezen a napon, ezen a szertartáson, erről beszámolok most ennél a felvételnél. Mielőtt elmondanám azt, hogy honnan van ez a tudás, ez a bölcsesség, kitérnék arra, hogy ezen a napon, tehát október 20-án a nap és Merkur bolygó konjunkcióban áll, ami azt jelenti, hogy együtt hatnak. Merkur bolygónál cselekvésekről van szó, tanulásról van szó, szerződésekről, kapcsolatokról és kommunikációról, mivel együtt hat a nappal. A nap megvilágít bizonyos témákat, itt lesznek komoly döntések, és tudni fogod azt, hogy mit, hogyan tegyél, hogy cselekedj. Ezért itt látható a nap, kivetettem ezt a kártyát, hiszen a nap és Merkur bolygó energiájáról is szó van. És a nap segít, megvilágít bizonyos dolgokat, láthatóvá tesz valamit vagy valakit, ez lehet egy fontos találkozás is. Ezek a portálnapok, ez a számítás a maja naptárból van. A maja naptárról beszámolok naponta a Facebook oldalamon. Dendera Susanna Medici. És ezeken a portálnapokon készítek videót hozzá. A maja naptárban vannak hullámok, vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. 7 napból áll. Jelenleg a 17. hullámban vagyunk. És október 20-a, ez a portálnap, a 7. nap ebben a 17. hullámban. A maják a 7-es számot így rajzolták, ez a vonal 5-öt jelent, a két pont pedig 2-t, tehát összesen 7-et, a 7. napban vagyunk. Ez egy misztikus erő, energia, amit a 7-es szám még jelent, összefüggésben áll a hold energiájával. És a hold szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, esetleg kihat az anyukára, az anyai témákra is. A maja naptárban naponta van egy más szimbólum. 20-án Men uralkodik. Men. Men lefordítva sas madarat jelent. És ez a sas madár jelenti
a bátorságot, a bölcsességet, a levegő elemét, a mozgást, a könnyűséget, és távolba lát. Tehát itt most lehetnek tervek, illetve vannak álmok, amit tervezel, és ez megvalósul hosszú távon is. Vagy átlátsz a dolgokon, hiszen felülről tekintesz oda, azon kívül, a sas madáron kívül a nap is segít, hiszen láthatóvá tesz valamit, és itt lesznek komoly tervek, ami megvalósítható, és ebben segít ez a szertartás, hogy átlássa dolgokon, hogy legyenek tervek, hogy az álmaid megvalósuljanak. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!